Most dömében a technikák, kéztechnikák, illetve lábtechnikák helyes kivitelezését fogjuk nektek bemutatni. Az első az ütések lesznek. Ütés távolságban nagyon fontos az ütéseknél, hogy jó távolságból indítsuk, legyen ez szó egy elsőkezes, hátsókezes vagy esetleg kézkombinációról is. Nagyon fontos, hogy az ütést azt mindig ökölbe téve csináljuk meg. Az ököl az nem így van, hogy rázárjuk a hüvelykújat, hanem beszorítjuk azt a négy ujjat és rátesszük a hüvelykújat. Ez a normális ökölfogás. Nálunk csak egy kesztyű van, ami tulajdonképpen tompítja az ütéseket. A helyes, ha megvan a helyes távolság, akkor az ütésnek a kivitelezése az ökölben zajlik, bőrérítéses távolságban. Nagyon fontos, hogy a csuklót, főleg testütés alkalmában, amikor azért kontaktban is van a kéz a testtel, hogy feszítsük a csuklót. Hogyha nagyon elengedjük a csuklónkat, akkor abban bebicsapás lesz a vége, ami esetleges sérüléshez vezethet. Úgyhogy nagyon fontos, hogy meglegyen az ököl, illetve meglegyen a csuklónak a normális megfeszítése. Így kivitelezzük az ütéseket. Tovább megyek a rugásra. A rugásnál is nagyon fontos a távolság, hiszen hogyha túl közelről indítjuk mondjuk a rugást, akkor a lábfejét az nem a fejét, hanem tovább fogja elérni. Ez azt eredményezi, hogy nem kapunk pontot, illetve esetleg sérülést okozunk az ellenfelünknek, ami C1 kategóriás intéshez vezethet. Úgyhogy nagyon fontos, hogy jó távolságból, lábfejet lefeszítve rúgjuk a rugásokat, vagy talpal találunk az uramawasi köríves rugás esetén, vagy pedig mawasi esetén lábfejjel találni. Mind a két alkalommal le van feszítve a lábfej, itt előrefele, itt pedig kicsit a talpal, a lábpárnával feszítünk, lábpárnával találunk. Ez mind nagyon sok gyakorlást igényel, de nagyon fontos, hogy ezeket jól begyakoroljuk annak érdekében, hogy ne legyen sérülés.